Szép napot kívánok mindenkinek, Zoom vagyok, és most a gonosz nyugati boszorkányt fogjuk legyőzni, miközben Dorotira vigyázunk, heroik módban. Ugye az opera harmadik bosszaként. És erre egy priest paklit fogok használni. Amit így viccesen banyatanyának neveztem el. Jó, a bót meghagyjuk, Linespawn jó lesz, és a Divine Spirit is, bár a bót most nem akarom kijátszani. Viszont a Divine Spirit-tel lehet, hogy megnövelem Dorothy-nak az életét. És akkor így ezért az egy trükkös dolog lehet Inner Fire-rel. Egyrészt túléli majd ezeket az aljasságokat. Ó, és egy Light Veil. Én először megnövelem, hogy biztos, ami biztos. Így ezért elég sokat kell ütni rajta. Ezt kibírjuk, és még egy hasonló természetesen. Jó. Most a Light Veil-t, ha odarakom, ugye akkor most őt fogják bántani. Charge-al úgy se lett volna értelme, de úgyis lecsapják, úgyhogy mindegy. Na. Ez így 9, és neki ugye 17 van. És a light spawn-t, ha átteszem ugye ide, akkor charge-os lesz. Neki csapjunk le. Hát a középső pont jó. Így csak 6. Ó, Divine Shield meg minden. Na és akkor a nagy trükk. Hogy meggyógyítjuk, és adjunk neki Inner Fire-t. Na jó. Ez a Divine Shield egy kicsit aggaszt, de ezt majd megoldjuk. Major Domo Executus is downstairs. Shall I tell him he's arrived? És neki van abója. Ez viszont problémás. Ha mondjuk abót lecsapjuk, akkor leszedi a tigris magától. Így van. Na és akkor a Mind Blast szerintem még bemehet. Na így még három körös gyakorlatilag meg vagyunk. Hú. Ne. Hát a tervem működött, csak nem túl. És itt a hurrikán. És ez Dorothy-t nem vitte haza. Viszont szépen le volt animálva. Na jó, pedig az ötlet jó volt. Úgyhogy muszáj lesz ezt megpróbálni még egyszer. Még ha sikerült volna 20-ra föltornászni Dorothy-nak a támadását, és akkor toltam volna csak rá az Inner Fire-t, akkor azért három kör alatt lehetett volna végezni. Semmit nem érek vele, és hát így kezdjük rögtön. Rögtön 10-essel. Na, így viszont 5 körön belül meg lehet. Nem tudom, hogy van-e még egy Inner Fire paklim egyébként. Egyet, tehát ugye egyet biztos tettem be, de a másodikról nem vagyok 100%-ig meggyőződve. Jó. Ezt nem tudom mire használni. Össünk még egyet. Gyógyulni se tudok. Hát ez esélytelen volt, igen. Dorothy-t gyógyítsuk meg jól.
Ez a kislány ez el fogja végezni helyettünk a piszkos munkát. Gyakorlatilag egy lapot használtam eddig, és szinte kész vagyunk. Jó, gyere, charge. Igen. Azért ez veszélyes volt. Ilyenben nem kéne több. Hogy csináljuk? Kérek ma a cleric-et. És így reménykedek, hogy nem lesz charge-os. Mi mondjuk egy taunt az ugye ad a cleric. Nem, mindjárt meg vagyunk. És ő nem tud ütni, ő még hiába charge-os. Remek. Jó. Holy Nova szerintem így egy jó megoldás. Lapot is húzunk, gyógyítunk és minden van. Ellenfelet is lesz egy. Itt ugye nem lehet ütni, úgyhogy muszáj lesz a Clerikkel is arcba, a Dorothyval is arcba. És mindjárt meg vagyunk. És hogy gyakorlatilag, ha nem tudja leszedni ebben a körbe, akkor a Lightspawn-t kirakom a bal oldalra, ami charge-ot ad, és vége. Vagy a Mind Blast-ot, ezt még nem döntöttem el, de... Oké, okay. És leszeded a Cleric-et, és akkor mi van? Igen. Egy Panther, de ez igazából teljesen mindegy. Jó, itt vége van. Na azért még gyógyítsuk meg. De... igen, Lightspawn. Ugyanannyi, mintha Mind Blast-ot csináltam volna. És... a gonosz nyugati boszorkányt hazaküldtük. Vagy hogy volt a mesében? Leöntötték vízzel? Hát most leöntöttük rendesen. Na, ez ügyes volt.